szeretettel köszöntelek benneteket a férfi kézilabda bajnokos ligája Molnár Szeged kijátszása utáni sajtótájékoztatón. Engedjétek meg, hogy bemutassam az asztalnál helyet foglaló úriembereket. A vendégek vezetőedzője Pándus Ablajev, a vendégek játékosa Tomasz Gavala, Juan Carlos Pásztor és Mariusz Ostepcs a Molnár Szeged képviseletében. Ladies and gentlemen, welcome to the press conference right after the EHF Champions League game between Molnár Szeged and Lomza Vive Kielce. We'd like to introduce the gentleman sitting at the table first, Kielce's head coach Talan Dushabayev and player Tomasz Gavala, and representing Molnár Szeged, its head coach Juan Carlos Pásztor and player Mariusz Ostepcs. Megkérem a vendégek mesterét, hogy értékelje a találkozót, az első szó természetesen tőlük is a gratulációért. First, we would like to ask the away team's head coach to share his thoughts about the game. And of course, the first words had to be the congratulations from our part. Thank you very much, of course. I think it was really very important for us because the last two games in Champions League that we played not at home, we played, I think, very bad. We lost the both games in Brest and in Paris, and that's why for us really, really was a good possibility fighting against, for me, one very, very good, very big club like Szeged, and that's why I'm really, very happy, because I think it was important that we have to make this tape and no go back with so much matches and go down every match, every match, every match. That's why I say only congratulations for my team. Of course, congratulations for Szeged, for me, everybody knew. I say always here working the best coach in the world, for me, who make the biggest job for Spanish handball. And if nowadays we have a lot of coaches, Spanish coaches with a good name in the world, it's 100% I can say that. Thank you to Juan Carlos. I wish you all the best, of course, and no more. Thank you very much. Köszöni a gratulációt. Azt gondolja, hogy nagyon-nagyon fontos volt nekik ez a mérkőzés, hogy idegenben nyerni tudtak, hiszen az utolsó két idegenbeli mérkőzésük a Bajnokok Ligájában nagyon-nagyon rosszul sikerült. Rosszul játszottak Brestben és rosszul játszottak Párizsban. Ezért úgy jöttek ide, hogy úgy gondolják, hogy egy nagy csapat és egy nagyon-nagyon jó csapat ellen, ha javítanak és nyerni tudnak, akkor az újra a győztes útra tudja terelni őket. Azt gondolja, hogy nagyon fontos volt, hogy megtegyék ezt a lépést, és ne úgy menjenek haza nagyon sok mérkőzéssel a hátuk mögött, hogy egyre lejjebb és lejjebb kerülnek. Ezért gratulál a csapatának, de gratulál a Molnár Szeged csapatának is. Szeretném még elmondani, hogy úgy gondolja, hogy Szegeden a világ legjobb edzője dolgozik. Ezt mindig kiemeli, aki rengeteget tett a spanyol kézilabdáért, és azért, hogy a spanyol kézilabda edzőknek rendkívül jó neve van a szakmában. Ezt ismételten szeretném megköszönni neki, és a legjobbakat kívánni személy szerint. Szépen köszönjük, következően Juan Carlos Pásztor értékelése. Next we would like to ask the home team's head coach Juan Carlos Pásztor to share his thoughts about the game. Okay, good evening everybody. First of all, I would like to do support for my side, also for my club, to Alfredo Quintana, also his family and Porto Humboldt Club, because they are in a difficult situation. Now I would like to support for my team and for my club in my name. Okay, this is first of all, I hope he come back in the life, no? The person before by the player. The game. I think the game was very draw one goal until the last 10 minutes, no? They take advantage in one suspension for us, they play very good in this situation, they get two goals from difference, there is in this moment. We must improve in both sides, in defense, in attack. We are working with different players in this position, in different because of problems, but this is the life. Yes. I don't like to make excuses because other times for some other teams has problems.
this part is many minutes, a lot of minutes for other players who can leave one step more in our team, in our rotation in the future. We also can play with more dynamic in attack. No? We have the ball too slowly, we must play fast, the ball can go from left side to right side to right side to left side with continuity. I think finally the experienced players from Kielce decided the match. Congratulations for Kielce for this victory. I know it's difficult. Kielce lost 3 games in a row. When I was the match against Paris, for me it was no good because I know talent is a big. Because also big friend. Because I like him because always is direct. For me, this is the most important thing in the life. The others live. So we must continue, we must do be recovery because Sunday we must play against with other team who play very good handball, have very good experienced players, and we must improve in 2 days. Thank you. Úgy gondolja, hogy jó estét szeretne kívánni először is. És elsőként szeretnék kifejezni támogatását az FC Porto családjának, mindenkinek, aki körülveszi Alfredo Quintanát. El kell, hogy mondja, hogy ilyenkor nehéz másról beszélni, hiszen az ember mindig megelőzi a játékost, ezt sosem felejthetjük el, ezért is szeretné ismét mind a saját maga, mind a játékosai, mind a klub nevében azonnal támogatásáról biztosítani a Porto csapatán. A mérkőzésről úgy gondolja, hogy az elején alapvetően, sőt tulajdonképpen nagyon hosszú ideig döntetlen körüli volt, döntetlen állás volt folyamatosan, hol egy góllal vezetett az egyik csapat, hol a másik, hol nekünk kellett a Kielcét utolérni. Azonban a mérkőzés vége felé egy emberelőnyös helyzetből nagyon jól tudott kijönni a Kielce. Ezt nagyon-nagyon jól játszották meg, elhúztak 2-vel, majd többel is. Fejlődnünk kell a labda mindkét oldalán, mind támadásban, mind védekezésben. Nyilvánvaló, hogy vannak problémáink, de nem akar szavatkozni, hiszen ezzel együtt kell élni mindenkinek, ilyen a sport. Ez ugyanakkor lehetőséget is biztosít arra, hogy más játékosok is több játékpercet kaphassanak, és ezáltal fejlődhessenek. Fontos, hogy több dinamikával kell dolgoznunk a pályán, főleg támadásban, gyorsabban forgatni jobbról-balra, balra-jobbra a játékunkat megállás nélkül. A Kielce spanyol játékosai eldöntötték a mérkőzést, szeretne gratulálni nekik ehhez, illetve természetesen a győzelemhez. Tudja azt is, hogy 3 vereség után mindig-mindig nagyon nehéz, és számára ráadásul nagyon nehéz volt nézni a Kielce párizsi mérkőzését, hiszen a barátja ült a kispadon, és számára ezért volt fájdalmas látni, hogy mi történik a pályán. Magunkra visszatérve fel kell állnunk azonnal, hiszen vasárnap ismét egy nagyon-nagyon erős csapattal játszunk, és szinte azonnal fejlődnünk kell, szinte mindenben. Szerintem köszönjük, kezdem Thomas Gyava a vendégek játékosa. Fankáros Pásztor is kiemelt azt a fej melletti eredményt. Mi döntött végül a javatokra? Mit érzel? So we'd like to hear your thoughts about the game. Juan Carlos Pastor mentioned that the teams were going head-to-head during the most time of the game. What do you think was the reason that the balance came on your side at the end of the game? I think the reason was that we kept fighting. We had bad game, last 2 road games against Brest and against Paris were really tough for us, and we didn't play together. And right now, we showed that in only 2 days, as we fought as a team last game, we rise also as a team right now. And we kept fighting, we kept believing, and we were supporting each other all the time. Nobody was angry when somebody made some failure. We were the rest of the team, the rest of the players were with him, and we fought together. When somebody made failure, we wanted to help and we wanted to cover it. And that's the thing that we did in this game, and we showed that when we had bad game, really bad game 2 days ago, we
didn't stop believing in our project, in our team, and we just stand up, we rise again, and we showed that we are a team, and we hope that we will continue this thing, this good games. Thank you very much. Úgy gondolja, hogy a legfontosabb az volt, ami miatt a számukra tudott eldőlni pozitívan ez a mérkőzés, az az, hogy végig-végig tudták harcolni ezt a meccset. Nagyon rossz mérkőzéseik voltak egymás utánban, Brestben és Párizsban, majd két nap múlva Szegeden kellett játszaniuk, de meg tudták mutatni azt, hogy két nap alatt fel tudtak állni ebből, és ahogyan eddig ezeken a mérkőzéseken csapatként veszítettek, úgy most együtt tudtak felállni, és együtt tudtak győzni. Fontos volt, hogy nem voltak dühösek egymásra, ha bármi hiba volt a pályán, csak egymásért küzdöttek, és segíteni akarták egymást akkor is, amikor valaki hibázott. Az egész mérkőzés során végig ezt folytatták, és megmutatták, hogy egy nagyon rossz meccs után két nappal is továbbra is hisznek magukban, hisznek a projektben, és újra fel tudnak állni. Megmutatták, hogy ők két csapat, megmutatták, hogy egy csapat, és bizakodnak abban, hogy ezt folytatni tudják a Bajnokok Ligájában. Már jó, Tomasz elmondta, hogy mi döntött a javukra, mi múlott számunkra a győzelem. Maria Thomas told how he thinks what the decisive factor during the game. How do you see why we came out bad at the end? First of all, congratulations to the team of Kielce for deserved win. We played, I think, a little bit too soft in this match. We knew what team is Kielce. We knew after the match in Paris, everybody watched this match. We knew that they will come like lions here and fight and give their all. And this shows the big respect for them. I hope now we will show the same. We have match on Sunday against a very good team, and we hope that we will show the same character as they show us today, how you should keep fighting for your club all the time and during good, bad moments. We don't have some players, but this is not an excuse. They also didn't have some players, and they play really good match, and I think they deserved today's win. And yeah, the crucial moment, everybody can say it was 10 minutes until the end when they get the advantage, and keep that advantage until the end. They play good in the middle, the right back, and the pivot. Left back was scoring really good goals, and yeah, we didn't just find a solution, or we were too soft in some duels. And one more time, I hope that we will come back, recover until Sunday, and show the same fighting spirit that they showed today. And this is the way everybody should do it. And I believe in my team, in my players, in our staff, and I think we will make it. Először is szeretne gratulálni a Kielcének, hiszen úgy gondolja, hogy megérdemelt győzelmet arattak ma. Azt gondolja, hogy a döntő tényező alapvetően az lehetett, hogy nagyon sok szituációban túl könnyedén játszottunk, túl könnyen álltunk az ellenfelünkhöz. Tudtuk azt, hogy milyen csapat jön, tudtuk azt, hogy a párizsi mérkőzések után oroszlánként fognak harcolni, és meg akarják mutatni azt, hogy mire képesek és fel tudnak állni. Jelenleg azt gondolja, hogy abban tud bízni, hogy mi most ugyanezt meg tudjuk tenni, két nap alatt fel tudunk állni, és ezt a példát, amit a Kielce mutat nekünk, ezt fel tudjuk vállalni mi is, és képesek vagyunk megmutatni, hogy mi is, hogy milyen csapat vagyunk. A Kielcének ugyanúgy voltak hiányzói, ahogy nekünk is, ez egyébként sem lehet soha kifogás, hiszen egy csapat vagyunk, mindenkinek harcolni kell, akármilyen poszton, akármilyen szituációban van. A Kielce a meccs végéig nagyon-nagyon jól játszott, minden poszton nagyszerű gólokat szereztek, és minden poszton tudtak extrát hozni a mérkőzésbe. Mi erre nem találtuk meg a megoldást, és szeretné ismét kiemelni, hogy a párharcok voltak döntőek, amikben túl könnyen mentünk bele, és ezekből így nem tudtunk kijönni. Nagyon-nagyon fontos, hogy megmutassuk azt vasárnap, amit ők ma megtettek itt.
Szegeden. Hisz a társaiban, hisz mindenkiben, aki itt van ebben a klubban, hogy képesek vagyunk arra, hogy ezt megcsináljuk. Köszönöm, van egy kérdésetek esetleg? Nincs, akkor nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, thank you.